Már is megjelent a két srác a szorítóban. Gönci János látjuk a piros... Gönci János látjuk a kék sarokban, ott velünk szemben, fehér nadrágban, így van. És nekünk háttal, amikor a nagy totálképet az emelvényről mutatjuk, akkor nekünk háttal Perge Bencét látjuk. Tehát ő a Gönci János, 70 kg. Nagyon kemény selejtező mérkőzéseken van túl a mai nap János. Az egyik selejtező meccsét többször meg kellett szakítani ellenfele. Orvosi segítségre szorult. Perge Bence is nagyon kemény selejtező meccseket vívott, amiket délelőtt láthattatok is élőben itt nálunk. János egy pár lufttal ijeszget, és ugyanezt teszi most éppen Bence is. Bence néhány bevitt ököltalálattal próbálja meg gyengíteni Jánost, akár fizikai, akár pszichés értelemben. Nem tudom, a kamera mikrofonjai mennyire adják vissza ezeknek a rugásoknak a hangjait, azért a csattanás és puffanás közé tudnám valahova betenni ezt a hangot. János gyors szerelésigazítás után folytatja a meccset. És egy pillanatra földre került Bence. Úgy gondolom, hogy itt az első menet vége felé hamarosan el fogja önteni a srácok agyát az adrenalin, és el fogják kezdeni kicsit komolyabban csépelni egymást így a ismerkedés után. A bíró megintette Bencét. János elég sokat igazgatja a fejvédőjét, lehet, hogy zavarja a látásban. Igen, szinte minden második mozdulata a fejvédőjének igazítására szorul, pedig igazán megtehetné azt, hogy igen, ezért nem tette, nem akarta megszakítani a menetet. Igazán megtehette volna azt, hogy segítőjéhez, edzőjéhez oda megy a kék sarokba és megigazítatja a fejvédőjét. Hiszen gondolom, hogy ez azért elég rendesen zavarja. És ugye árulkodó az egyik segítőnek a póló felirata. Nem mindenkiről tudjuk sajnos, hogy melyik fegyveres testületnél szolgál, de úgy látszik, hogy akkor János segítőjének pólója elárult, hogy a készenléti rendőrségnél van állományban János. És itt ezekből a lassításokból is látszik, hogy bizony ezek a fiúk nem viccelnek ezekkel a térdrugásokkal, amit mellkasra és ugye a mellkas oldalsó részére, a bordára. Ott azt hiszem, hogy nagyon jól látszik is az a kis bőrpír, hogy azért kapott János is rendesen a bordájára, csak úgy, mint Bence. És János még mindig nagyon-nagyon igazgatja a fejvédőjét, itt azzal valami probléma van. Én úgy gondolom, hogy ez őt mindenképpen zavarja, ahogy most is elfordult. Nem is tudom, hogy miért nem igazították meg a két menet közötti szünetben.
szinte pariban vannak még mindig, bár láthatóan Jánost védőfelszerelésének hiányosságai akadályoztatják a legjobb teljesítmény nyújtásában. Operatőrünk is kezdi magát veszélybe érezni. Bence egymás után egy rugást és egy ütést is bevitt. Aztán revans gyanánt János beküldte a kötelekhez Bencét. De a bíró közbeszólt. Szemmel láthatóan János zavarja a fejvédője. Kíváncsi vagyok rá, hogy most edzője meg fogja igazítani neki, észrevették-e ezt a hibát. Ott látszik a mozdulat, hogy folyamatosan igazgatja a fejvédőjét. Folyamatosan, szinte minden ütésváltás után, előtt, közben fejvédőjét kell, hogy igazgassa. Sajnos, mint mondtam, szabad szemmel most már a kettes ringre nem látok rá, így csak azt látom, amit a kedves nézőink, ti önök is látnak a számítógépek monitorjain. Most kaptuk vissza a lassításokat. Még mindig nem csináltak semmit azzal a fejvédővel, és ez láthatóan zavarja Jánost, hiszen védekezés helyett kénytelen visszatologatni. És de azért egy pár fejrugás irányzott megindításában is. Ez nem igazán zavarja, ahogy látom. Látszik, hogy János nagyon könnyen alkalmazkodik a körülményekhez, hiszen ez a kis technikai malőr most már nem igazán akadályozza, és egymás után kis pofoncsata alakult ki. Egy talpalás után a bírónak közbe kell nyúlnia. Nagyon pariba van a két srác. Nehéz eldönteni, hogy jelenleg vajon kinél állnak jobban a pontok a pontozó bírók lapjain. Nem kardinális a két srác között a különbség. És bár... elég rendesen csépeli egymást a két srác. És ennek a menetnek is vége. És ezzel a mérkőzésnek is, hiszen ez már a harmadik menet volt. Az edzők segítők lesegítik a fejvédőket, ami ugye most eléggé kardinális szerepet kapott ezen a mérkőzésen, legalábbis a János esetében. Én úgy ítéltem meg innen, hogy zavarta őt a fejvédő csúszkálása. De mint most már az élőképpen látjuk, annyira nem bizonyult ez
jelentős zavaró tényezőnek, hiszen János megnyerte ezt a döntőt. Sportszerűen gratulálnak egymásnak a srácok. Elképzelhető, hogy kollégák is